November 3-ától azon betegek számára, akinek egészségi állapota megengedi és szeretnék felgyorsítani a házi orvos vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ által elrendelt mintavételt, lehetőségük nyílik, hogy előzetes telefonos időpont egyeztetést követően személyesen jelenjenek meg a kazinc város önkormányzata által biztosított szűrőponton. December elején volt olyan nap, amikor az előzetesen jelzett mintavételi igények száma olyan magasra nőtt, hogy a szűrőponton két munkatárs is végezte a szűréseket. Óránként közel tíz ember mintavételét tudják megoldani, ami azt jelenti, hogy akár 120 tesztre is sor kerülhet egy nap. A vizsgálat gyorsítása érdekében gyors teszteket is alkalmaznak, amely ha pozitív eredményt mutat, nincs szükség további mintavételre, azt a népegészségügyi központ elfogadja. Ha a tüneteket produkál valaki és negatív lett a gyors tesztje, akkor elvégzik a PCR mintavételt. Is. Az elmúlt időszakban több új páciens jelent meg a mintavételi ponton, de sokan vannak, akik már tünetmentesen negatív eredményre várva érkeznek, hogy visszatérhessenek a munkahelyükre. A mentőszolgálat mind humán erőforrásban, mind pedig eszközökben fel van arra készülve, hogy a megnövekedett mintavételi igények esetén bővítsék kapacitásukat.